kezd nyilvánossá válni, hogy a balliberális oldalnak milyen törekvései lesznek, hogyha 2022-ben a hatalomra kerülnek. Már nyíltan is felvállalják azt a DK és a Momentum, hogy akár génmódosított növények technológiáját fogják előtérbe helyezni, és emellett a magyar földjeink eladását a külföldiek részére is támogatni fogják. De valójában miért is ilyen lényeges számukra, és honnan indult el ez az egész törekvés? Ugye jó szemmel kísérhető, hogy az elmúlt két évtizedben az Egyesült Államokban élte már a virágkorát ez a technológia, különböző biotechnológiai cégeknek az érdekei voltak mögötte. A génmódosítás valójában háromféle növényre összpontosított, az egyik a kukorica, a másik a repce és a szója. Ezeknek az alapanyagait nagyon sokféle élelmiszerben felhasználják, tehát így nagyon könnyedén a szervezetünkbe juthat bármilyen forrásból. És valójában miért veszélyes ez a technológia? Azért, mert a biogyáraknak az az érdeke, hogy ez a forrás ne apadjon el és tovább működjön. Maguk végzik az ellenőrző vizsgálatokat és a hatástanulmányokat. De valójában miért jött létre ez a technológia? Elsődlegesen az volt az érdeke, hogy megakadályozza a fungicid, illetve a peszticid veszélyforrásokat, de sajnos mára már beigazolódott, hogy vissza is fordulhat ez a technológia. Mivel egyes rovarok, illetve gombás, vírusos, baktériumos fertőzések immunisak lettek ezekre a technológiákra, tehát ugyanúgy kifejtik a hatásukat. De eközben a toxikus allergén anyagok megmaradtak a génmódosított növényekben. És ez miért veszélyes is nekünk magyaroknak? Magyarországon az ökológiai gazdálkodás mai napig jelentős szerepet kap, mivel itt az a lényeg, hogy ne történjen bármilyen vegyszeres beavatkozás, illetve különböző genetikus eljárás. Ez az egészségünkre megteszi azt a hatást, hogy nincsen következménye az elfogyasztott élelmiszernek, és nem lehet káros következménye ránk, illetve a következő generációkra. Azonban az ilyen génmódosított növényeknél nem lehet kontrollálni már azt, hogy hova fejlődik tovább, illetve miképpen módosítja azokat a gazdaságokat is, ahol ökológiai gazdaság van, mondjuk egy génmódosított gazdaság mellett. Itt szabadjára engedhetik ugye a póleneken keresztül, illetve a rovarokon keresztül a technológiákat, és nem lesz, aki megállt parancsoljon ezeknek a technológiáknak, illetve a káros következményeinek. Miért jelentős számukra az, hogy a földjeink külföldiek kezébe kerüljenek? Nagyon egyszerű a magyarázata. A multivállalatoknak egyetlen céljuk lesz, megsemmisítsék azokat a kis gazdaságokat, akik jelen pillanatban is válságos vagy kritikus helyzetben vannak, de tovább a tönk szélére is tolnák őket. Ebből is nagyon jól látszik, hogy a Gyurcsány és Dobrev-féle DK-nak egyetlen érdeke mutatkozik ebből, hogy az értékes magyar földjeinket külföldi lobby cégek és liberális biotechnológiai társaságoknak adja át, és mellette egészségünket és életünket is kockáztassa, akár génmódosított növényekkel és ehhez tartozó technológiák hozzájárulásával.